Ez az egész visszamenőleg 30 évre nyúlik vissza, hiszen akkor alakult Nevetlen faluban Kárpátalja a legrégebbi hagyományőrző magyar néptánc és népzenei együttes, az Aranykalász, tehát elég nagy hírnevre tett szert egész Európában. Aztán mentek az évek, haladtak az évek, az emberek elmentek, visszajöttek, új együttesek lettek, de tavaly mi úgy gondoltuk, hogy ezt az egészet fel kellene eleveníteni, és új életet lehelni ebbe a sztoriba. Ezért kitaláltuk azt, hogy legyen egy olyan találkozó, tehát nem versenyezni szerettük volna itt senkit, hanem egy találkozó, egy baráti találkozó, az Énekeljünk Együtt, magyar népdal találkozó. Ezt kiötlöttük a polgármesterrel és a helyi művöltésház igazgatójával, koncepciót megcsináltuk, és akkor elkezdtük szervezni ezt az egész sztorit. Sikerült a zovisokat, a sulisokat, tehát a fiatalokat rászedni erre, hogy ezt próbálják meg ők is, hiszen van egy nyugdíjas klubunk, van egy népdalkörünk, és akkor ezt a hagyományainkat, a szokásainkat szerettük volna átadni. Ezzel a fiatalokat is egy kicsit magyarságtudatra nevelni, és megismertetni velük a szokásainkat, hagyományainkat, hiszen a magyar népdalba, a magyar népzenébe és a magyar néptáncba mentették el őseink, a tudásunkat, a kultúránkat, és ezt egy kicsit szerettük volna velük megismertetni. Ezt a tavaly sikerült megoldanunk először, 2018-ban, ahová elhívtuk a testvértelepüléseinket is, Törökszent Miklósról, Székről, az Erdélyben van, Kétpóról, Halmiból, és még azt hiszem Pillis Csabáról is. Tehát vevők voltak erre a testvértelepüléseink is, és eljöttek, és ők is hoztak fellépőt, és tavaly elsőkor sikerült ezt az egészet megcsinálnunk, aminek elég nagy visszhangja volt egész nagyszülősi járásban, és szerintem Kárpátalja szerte is, hogy egy ilyen kezdeményezést mit elkezdtünk. És ezen felindulva, felpesdülve úgy döntöttünk, hogy az idén is megcsináljuk ezt a rendezvényt. Idén kicsit bővítettünk rajta, több iskolásokat hívtunk, tehát nagyobb teret adtunk ennek az egésznek, és tavalyi sikerből adódóan nagyobb rendezvényé sikerült ezt az egészet kibontanunk. Idén több testvértelepülés eljött, több csoport eljött, már az idén sikerült a Törökszent Miklósi Zeneművészeti Iskolából is diákokat elhoznunk, tehát ők is megmutatják, hogy mik ott a magyar szokások Törökszent Miklóson, akkor Erdélyből, székközségből egy gyönyörű szék hangú erdélyi kislány, aki széki népviseletben fog most is népdalokat énekelni, széki népdalokat, mi is megismerjük az ő kultúrájukat, szokásokat, ugyanúgy ők is elvisznek majd innen pár jó emléket és pár jó dalt. Úgy gondoltam, hogy mivel nekünk a civil szervezet, aminek a neve Tiszahát Ökológiai és Kulturális Hagyományi Közhasznú Egyesület, nekünk a fő célunk az, hogy a kultúrát, a szokásainkat, a hagyományainkat átörökítsük a fiatalabb nemzedékbe. Tehát azok az idősebbek, akiknek már van idejük ezzel foglalkozni, és van tehetségük is, az ő tudásukat szeretnénk átadni azoknak a fiataloknak, akik erre kaphatók, akik ezt szeretnék csinálni. És ezáltal egy forgáspontban a magyar kultúrát, tehát az, hogy ne halljanak ki a szokásaink, a népdalaink adni tovább, hiszen ebben van az ősiségünk és az örökségünk is. Most van szervezés alatt a Cseresznyéseper Fesztiválunk, oda szeretnénk meghívni a parlamenti válogatottat is, és ezt az egész Énekeljünk Együtt magyar népdal találkozót jövőre egy nagyszabású rendezvényé kibővíteni, tehát hogy erre meg lesznek az anyagi források és a támogatóink, akkor ez sikerül egy egész Kárpátalja szerte az egész rendezvénysorozatunkat, ha akár nem is Nevetlen faluban, például Beregszázban vagy Péterfalván, ahol nagyobb a helyiség, ahol ezt meg tudjuk csinálni, de viszont ez így született. Így született Nevetlen faluban, és ez a miénk.